egészen elképesztő, hogy a Jobbik Miskolc nyugati felét, Perecest, Diós György, Komlós Tetőt, a Gyuri kaput, azokra a balliberálisokra akarja bízni, akiknek egyszer már része volt ennek a városrésznek a leépítésében. Jelesül Jakab Péter néhány nap előtt kijelentette, hogy a DK jelöltjét, Hegedűs Andreát támogatja ebben a városrészben országgyűlési képviselőjelöltnek. Én azt gondolom, hogy ha visszanézzük a történelmet, akkor látjuk, hogy a DK-nak már jelentős szerepe volt ezen városrész leépítésében, hiszen Tompa Sándor, aki egyébként a DK Miskolci egyik meghatározó embere, ő volt a terület országgyűlési képviselője 1994-től egészen 2010-ig. És ha megnézzük, hogy mi történt ebben az időszakban, akkor azt látjuk, hogy 2007-ben megindult a Diósgyőri Kórháznak a összevonása, leépítése, 2004-ben bezárták Jukóbányát, és a 90-es évek közepétől tulajdonképpen megindult Jukóvölgynek a lecsúszása, a Jukóvölgyesedése. Hát pontosan látjuk, hogy a DK, a balliberális oldal mit hozott Miskolc nyugati területeinek. Közben persze az sem kétséges, hogy a jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő olyan, mint a láthatatlan ember, hiszen a választások óta szinte alig láttuk a választókörzetben, mondhatjuk, hogy magára hagyta a választókörzetet, ahol rengeteg probléma van. Éppen ez azt gondolom, hogy azon emberek számára, akik azt gondolják, hogy le kell váltani a fideszes országgyűlési képviselőt, de nem úgy, hogy a balliberális oldal jöjjön vissza, azok számára a mi hazánk jelenti a harmadik.